Köszöntöm a Mosonmagyaróvári Városi Televízió nézőit. Önök a híradót látják 2013. november 14-én csütörtökön 19 órakor. Híradásunk tartalmából. Teljesítményekről, következő feladatokról. Évet értékelt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Aláírásgyűjtés. Bemutatkozott az Együtt PM. Nyugdíjról, egészségbiztosításról. Könyvelői klubot tartott a Kamara. A 2013-ban végrehajtott tevékenységeiről számolt be a Roma Nemzetiségi Önkormányzat egy közmeghallgatás keretében. Beszéltek a következő év teendőiről és a kitűzött célokról. Legfontosabb feladatának a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a helyi és a környező települések roma fiataljainak megfelelő beiskoláztatását, valamint későbbi elhelyezkedésük biztosítását tartja. Szűken, de azért eredményesen zártuk az évet, így nyilatkozott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 2013-as évről a polgármesteri hivatalban tartott közmeghallgatáson. A legnagyobb program ez a labdarúgó tornát, amit azt hiszem 13 csapattal rendeztük meg Mosonmagyaróváron, és hát azt a helyzetileg Győr lett az első, és a Mosonmagyaróváron lett a második a labdarúgó tornán. És nagyon sokan voltak, nem 13 csapat indult, és hát a 13-ban nagyon szép eredmények tartjuk a második helyet. Nagyon sok látogatók voltak, családok, hozzátartozók. A rendezvényekhez Mosonmagyaróvár város önkormányzata is hozzájárult. Szerencsére ebben az évben is tudták támogatni a rászoruló gyermekeket a szeptemberi iskolakezdésben. Újabb tervek is születtek a következő időszakra vonatkozóan. A következő évben szeretnék újra indítani a tánccsoportunkat. Szeretnénk fellendíteni a zenekart, ugye megvannak a zenekartagok. Sajnos ugye a pénz szűké válunk, és hát így a hangszerekre most indítottuk egy pályázatot, azon belül szeretnénk megvenni a hangszereket és a tárcsoportok a kellékeket. A fellépjen az egy élő megjelenik, felöltözni, tisztán, stb. De minden a felvetésünk minden segítünk. Amennyiben tudjuk, amennyiben lehetőség van, mindenben elkezdésük A jövő nemzedékéről is gondoskodik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, hiszen a legfontosabb célkitűzésük így szól. Minden roma embernek munkája legyen. Tehát ez az elsődleges. Most is indítok egy ilyen tanfolyamot, a munkügyi osztály megyei önkormányzattal 50 főre, ilyen továbbképző tanfolyam, amit naponta iskolába kell járni, és erre kapnak egy bizonyos összeget. Fontos a roma hagyományok átadása az utókornak és a magas szintű oktatás, hogy a fiatalok később megfelelő esélyekkel alapozhassák meg a jövőjüket. Nem zárta ki az együttműködést helyi szinten a demokratikus koalícióval Sering Gábor. A Párbeszéd Magyarország elnökségi tagja sajtótájékoztatót tartott Lehocki Attilával. A soproni vállalkozót tervezi indítani az Együtt PM Szövetség az MSZP támogatásával. Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért és az MSZP Választási Szövetség. A vasútállomáson tartott sajtótájékoztatót az Együtt PM Szövetség, amelyen bemutatkozott a baloldal jelöltje Lehocki Attila. Sátor alja új helyen született, jelenleg Sopronban él. Az MSZP támogatásával indulna el a választásokon a soproni faipari vállalkozó. Az elmúlt hónapokban alkalmam nyílt személyesen is, és a kollégáimon segítségével is körbe menni, járni Mosonmagyaróváron. Az igazság az, hogy inkább Mosonmagyaróvár és környéke az, amit én jobban ismerek. Mosonmagyaróvár az nem volt az elmúlt években számomra, mint magánszemély cél. Átutaztam rajta, de inkább a környékén fordultam meg. A baloldal jelöltje egy nyílt levelet ismertetett, amelyet Nagy István országgyűlési képviselőnek címzett. Az Együtt PM jelöltjének írásában gyakori a háborús szóhasználat. A témája a szövetség aláírásgyűjtésének fő csapásvonala mentén, főként az egykulcsos adó eltörlésének javaslata. Mivel költségvetési kérdésekben nem lehet népszavazáshoz aláírás gyűjteni, így a támogató bázisukat mérik fel. Az aláírások számával akarnak nyomást gyakorolni a kormányra. A költségvetéssel kapcsolat vagy érintő kérdésekben az aláírásgyűjtés nem írható ki népszavazásra. Ennek igazából az a célja itt most jelen pillanatban, hogy az aláírások összegyűjtésével nyomást gyakoroljunk, mint ahogy a Sering úr is mondta, nyomást gyakoroljunk a kormányra, hogy gondolja át ennek az egykulcsos adórendszernek
a hibáit és problémáit, hogy mit okozott a magyar gazdaságnak, illetve mit okozott az embereknek, a vállalkozóknak. Néhány nappal ezelőtt televízión kérdésére Vadai Ágnes nem zárkózott el attól, hogy szövetségre lépnének a baloldal más tagjaival. Mi nagyon szeretnénk azt, hogy megvalósuljon ez az együttműködés. Kizárni és zárni ki semmit. A sajtótájékoztatóra városunkba érkező Seyring Gábor sem zárta ki tehát a közös jelöltet. Hát mi azt gondoljuk, hogy az egyéni választókerületek szintjén szükség van arra, hogy megállapodjunk, egy ellenzéki jelölt legyen az Orbán rendszer jelöltjével szemben, ugyanakkor listán szerintem a sokszínűségnek kell érvényesülnie, mert sokféle választó van ma Magyarországon, aki kormányváltást akar, és ezeknek a sokszínűségnek biztosítani kell felületet akkor, amikor több listát hagyunk érvényesülni. Mindenki kiválasztatja magának a számára szimpatikus pártot, pártformációt, a számára szimpatikus miniszterelnök jelöltet, ugyanakkor egyéniben pedig egy jelöltre van szükség. Ez a mi elképzelésünk, ez a mi üzenetünk. Az elmúlt napokban az országos médiumokban is szányra kapott a szélesebb körű baloldali összefogás lehetősége. A választásokat csak tavasszal tartják, de a baloldali pártok már aktivizálták magukat városunkban. A nyugdíj és az egészségbiztosításról tartott fórumot a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Erkel Ferenc utcai irodaházban. Ez alkalommal két előadó érkezett Győrből, hogy a lehető legrészletesebb tájékoztatást nyújtsa az érintett vállalkozóknak és érdeklődőknek. A könyvelői klub idén már másodjára érintette az említett témákat. A Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendszeresen hirdet könyvelői klubot, ahol mindig a legaktuálisabb témákról tájékoztatják az érintett személyeket. Idén ez a második alkalom, amikor a nyugdíjbiztosítással, illetve az egészségbiztosítással kapcsolatos változásokról tartunk előadást a vállalkozóink részére, illetve az érdeklődők részére. A mai nap folyamán Horváth Imréné, a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatójának igazgatónője, illetve Kóbor Attila, a kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének főosztályvezetője tart előadást. A közelmúltban változások történtek a nyugdíjrendszer terén, átalakultak a korhatár alatti nyugdíjak ellátása, és korhatáremelés is életbe lépett, így az 52-ben született emberek már folyamatosan igénylik a nyugdíjat. A teendőkről és a lehetőségekről számolt be Horváth Imréné igazgató. A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakulása kapcsán a rokkant nyugdíjak rokkant, illetve rehabilitációs ellátásá, és mivel most már ellátottak ezek a személyek, az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor nem biztos, hogy automatikusan öregségi nyugdíjat fognak kapni, lehetőségük van újból megállapítatni az öregségi nyugdíjukat, vagy újból kiszámítatni az öregségi nyugdíj összegét. Az aktív életpályájukat befejező személyek esetében mindenképpen meg kell szűnnie a biztosítással járó jogviszonynak, amikor a nyugdíjat igénylik. Az ellátásban részesülő embereknél viszont több lehetőség van, hangsúlyozta az igazgató. Ha a korhatár előtti ellátásba részesülnek, akkor amint betöltik az öregségi korhatárt, hivatalból átalakul öregségi nyugdíjjá a régi ellátásuk. Azoknak a személyeknek, akik mint korhatár előtti ellátásba részesülők, az 2012. január 1-től dolgoztak, keresőtevékenységet folytattak, és legalább 365 nap szolgálati időt tudtak szerezni a korhatár betöltéséig, nekik a korhatár betöltését követő 6 hónapon belül még lehetőségük van az öregségi nyugdíj összegének újra számítatására. Amennyiben ez kedvezőbb összeget eredményez, akkor ők hivatalból azt fogják kapni. Akik viszont nem tudtak 365 napot szerezni szolgálati időként, korhatár előtti ellátásban részesülőként, ők még a korhatár betöltése előtt kérhetik az öregségi nyugdíj megállapítását. Fontos beszélni erről a témáról, hiszen az emberek sokszor nem tudják, melyek a legkedvezőbb lehetőségek számukra. A könyvelői klubban viszont minden kérdésükre választ kaphattak. Kedves nézőink, Önök a híradót látták. A ma esti hírháttérben dr. Bedecs Valéria igazgatóval beszélgetünk a fogyasztóvédelemről. Utána pedig az Imádság című vallási magazinunkat láthatják. Friss híradóval legközelebb november 15-én pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!